Tökmagolaj üzem nyílt Maros lelén. Az olajtök és napraforgó mag mellett fokhagyma is kerülhet a Lelei Kereskedelmi és Gazdainformációs Központ olajfeldolgozó üzemének gyártósoraira. Az üzem uniós támogatással épült meg a falu határában helyben termelt késztermékek előállítására. A beruházáshoz kapcsolódó közmunkaprogrammal 30 új munkahely is létesült. Maga ez a beruházás egy Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházás, több partner van együtt ebbe a beruházásba, határon átnyúló kapcsolatok révén jött létre. Hát mi egy kereskedelmi és gazdainformációs központot hoztunk itt létre, amely magába foglal egy ilyen kis olajfeldolgozó üzemet, ami látszik is a méreténél fogva, hogy ez egy kis üzem. Néhány főnek a foglalkoztatását itt bent az üzembe tudjuk megvalósítani, és ehhez kapcsoltunk hozzá egy közmunkaprogramot, egy mezőgazdasági termelési programot, amikor is most 27 hektáron termelünk olajtököt, 30 fő egész éves foglalkoztatását valósítjuk meg ezzel. Reményeink szerint ezzel az üzemmel és ezzel a központtal, ami itt létrejött, ezzel egyfajta szemléletformálást is tudunk végezni, hisz nagyon sok olyan kis üzemi körülmények között feldolgozható termék van, amit itt meg lehetne helyben csinálni, és az a célunk, hogy ne a nyersanyag menjen ki innen Maros-lejéről, hanem lehetőleg dolgozzunk fel mindent, amit csak lehet, és akkor a késztermékek menjenek el kereskedelmi forgalomba, illetve nyilván használjuk föl. Erre a programra, magára a beruházásra 65 millió forintos összeget költöttünk, ebből 95% az Európai Uniós támogatás, a hozzá kapcsolódó közmunkaprogramra pedig 34 millió forint támogatás. Kaptunk. Ebbe benne van egy 13-14 millió forintos eszközbeszerzés is, gépbeszerzés, ami itt kint látható. Úgyhogy így áll össze ez a projekt, bízunk benne, hogy a jövőben is fog működni, és tudunk újabb embereket foglalkoztatni. A 27 hektáros területet, amelyen a központ üzemel, a Nemzeti Földalap Kezelő Szervezet közreműködésével kapta meg a Maros-lelei önkormányzat. Elégedettek vagyunk azzal, amit láttunk, hiszen itt annak a területnek a termését dolgozzák fel, amely területet a Nemzeti Földalap Kezelő Szervezet a Maros-lelei Települési Önkormányzat által szedett közfoglalkoztatás keretében adott használatba. A közfoglalkoztatási célú földhasználat biztosítása egy rendkívül szigorú feltételrendszer mellett, és hát egy elég oszodalmas eljárásnak az eredménye. Jellemző pontoként mondanám el, hogy az a jogszabály, ami lehetősített, hogy a földalapból, nemzeti földalapból ilyen célra a települési önkormányzatnak földterületet adjunk át hasznosításra. Ez 2011. december végén került meg alkotás a kormányrendelet formájában. Ennek alapján május hónap elején hirdettük meg azokat a pályázati lehetőségeket, amelyeket előzetesen a belügyminisztériummal, a közfoglalkoztatás másik állami gazdájával leegyeztettünk, illetve az érintett önkormányzati igényeket is próbáltuk felmérni. Azt tudjuk most így összesen elmondani, hogy az első idei fordulóban 1400 hektár olyan területről beszéltünk országos szinten, amely leegyeztetésre került és már a kormány döntés előtt áll. Ennek egy része az a 27 hektár is, amit Maros-lelei község önkormányzata előzetesen már megkapott egy másik megállapodás keretében, pont azért, hogy itt a fejlesztést ne akadályozzuk, illetve idén már saját termelésű terményeket tudjanak feldolgozni az üzemben. A beruházás a Magyarország-Románia határon átnyúló projekt részeként valósult meg, Mórahalom, Kisterek és Zsombolya részvételével. A négy település összedolgozik a termelési, gyártási, majd értékesítési folyamatokban. A 30 új munkahely a kormány közmunkaprogramjának köszönhetően jöhetett létre az üzemben. Hát tulajdonképpen többféle integráció működik ebben a projekt megvalósításban. Egyszer működik a határon átnyúló projekt, a Kistelek, Mórahalom, Maros-lelei és Zsombolya községek, tehát romániai résztvevő is van. Ebben a projektben építették magát az üzemet, és a munkahely teremtőjén, mint a projekt is működik itt Maros-lelén, avval pedig a termelési hátteret biztosították, 30 munkaerőt támogatott az állam, és a hozzátartozó gépparkot is az állam vásárolta 11 millió forint értékben. 27 hektár állami földön termelnek most olaj, magú tököt, hogy, tehát az a terv, hogy Maros-lelén megtermeljék a teljes éves kapacitáshoz szükséges mezőgazdasági terméket, az olajtököt, utána a fokhagymát, még próbálnak paprikával foglalkozni, tehát ki fogják bővíteni ezt
az egész palettát, de a lényeg az az, hogy 30 olyan ember kapott munkát, vagy kezdtem megtanulni a munkából való megélést, akik évek, évtizedek óta nem dolgoznak. Ez a kormányprogramnak a része, mivel sajnos akkora gazdasági válság van, hogy a vállalkozói befektetések azok lassan nullára redukálódtak, így az állam segít ennek a munkahelyteremtő mozgalomnak az élire állt, hogy így mondjam, és ezt nagyon jól fogta meg polgármester úr. Igaz, hogy nem kötelező feladata ez egy önkormányzatnak és egy képviselőtestületnek, sőt a polgármesternek se, de ő is így látott kitörési pontot Maros-Ellének, hogy egy ilyen gazdasági vállalkozásba kezdenek. Én ehhez külön gratulálok, mert 30 embernek teremtöttek egy évre munkát, sőt nagyon remélem, hogy ez hosszú távon is működőképes és önfönntartó lesz, és én most itt, ahogy megnéztem, hogy milyen termékük lesz, én segítséget is fogok nyújtani, hogy ez piacra is tudjon kerülni. Az olajfeldolgozó üzemben 5 évig non-profit termelést kell megvalósítani, vagyis éppen annyi haszna lehet az üzemnek az eladott termékeken, ami visszaforgatva biztosítja a további működést.